Magyarország legnépszerűbb zenei tehetségkutató műsorában ismerős arcot láthattak a szexárdi nézők. A 19 éves Száraz Hanna nagyot gondolt, és tavaly tavasszal jelentkezett a műsorba, hogy országvilág előtt próbára tegye énekesi tudását. Az éneklés szeretete kicsi kora óta elkísérte, már óvodás korában szívesen produkálta magát közönség előtt. Ugye egész kicsi korom óta színpadhoz viszonylag hozzá voltam szokva, mert ugye 4 éves korom óta balettoztam. Szóval hál' Isten a színpad az nem idegen számomra. Az éneklés az pedig általános iskolába kezdődött, sőt nem már, oviba is volt néptánc, és ott is nagyon szerettem énekelni. Aztán suliba bekerültem ugye a kórusba, ott egészen 2.-8. énekeltem, volt, hogy kaptam ilyen kis szóló részeket is, amúgy az, akkor nagyon büszke voltam erre. Aztán ugye elkezdtem zenesülbe járni, mert el akartam kezdeni zongorázni. És akkor ugye volt szolfés, a zeneiskolának a kórusában is benne voltam. Azt is nagyon-nagyon szerettem, szóval már egészen ott így nagyon, nagyon megszerettem azt, hogy énekelni, kiállni emberek elé énekelni. A gimnáziumban is folytattam, hiszen ott is benne voltam az iskolának 2 kórusában is, egy német meg a magyar. A magyar az egy 50 fős kórus volt, szóval az egy nagy tanulság volt így ugye zeneileg is, mert ugye ez nagyon más, hogy 50 fővel együtt énekelni, meg ugye egyedül. Itt már ugye abbahagytam a zongorát, és már a tánc sem volt annyira erős, viszont ez a színpad meg az éneklés ez így valahogy megmaradt, és így nagyon nagy álom maradt. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to shimmer night. Tavasszal jött ez a gondolat, hogy hát én nem csak kórusban szeretnék énekelni, nem csak másokkal együtt, hogy a tömegbe egy lenni a sok közül, hanem én az az egy akarok lenni, aki ott kint áll a színpadon, és magának énekel, és egyedül énekel, és egyedül ér sikereket el. És hát így jött az a gondolat, hogy jelentkeztem. Hanna, ahogy azt már korábban is elmondta, egyedül vágott neki a nagy kalannak. Egyedül szerette volna megmutatni a tehetségét, mégis egy lánycsapat, a The Harmonies tagjaként robbant be a köztudatba. Erről is mesélt nekünk. Ez egy nagyon érdekes fordulata volt, hogy én humor a sorsnak, hogy elindultam egyedül, hogy egyedül legyek énekes, és összeraktak 2 lányjal. De igazából ez volt az a lehetőség, amiben így ki tudtam teljesedni, mert ezzel a lehetőséggel juthattunk tovább, és így folytathattuk a versenyt, hiszen egyedül nem, ugye nem folytathattam volna. Szerintem egy óriási csoda volt, amit így mindhárman kaptunk a lányok nevébe is mondhatom, hogy mindhármunknak egy nagy csoda volt. Tovább jutottunk, és azt vettük észre, hogy csak menetelünk előre. Először székes feladat, aztán már mentorház, aztán már úristen első élő, és a második, és akkor a harmadik élősóba ért nekünk véget a verseny, de egyáltalán nem voltam csalódott, hogy 3-an folytattuk a versenyt. Mi nézők úgy gondolhattuk, hogy a versenyben eltöltött idő csupa móka, kacagás és csillogás, de a háttérben komoly munkálatok folytak annak érdekében, hogy az élősóban tökéletes produkciót láthassanak a nézők a versenyzőktől. Reggeltől estig be volt táblázva, ilyen hetekre osztott órarend volt, és igazából mi már az élősó előtt beköltöztünk 1,5 hónappal, szóval 1,5 hónap felkészülés volt az első élősóra. Minden nap volt valami, tehát olyan nem volt, hogy nem csinálunk semmit, inkább a hétvégek voltak ugye az, amik kicsit lazábbak voltak, de volt, hogy ott is volt program. Én nagyon élveztem, mert egy nap volt, hogy ugye volt énekóránk, ugye a felkészülés végén már volt táncóránk is, mert ugye az is nagyon fontos volt, hogy hogy állunk a színpadra. Volt énekóra, táncóra, az utolsó héten, amikor a 3. élősorra készültünk, akkor már egyik nap 4,5 órás énekóránk volt, ugye azért az megterhelő nem csak a hangnak, nem csak a testnek, hanem ugye már így napvégére fejben is elfáradtunk. Remélem, hogy ez nem volt érezhető a produkciónkon, mert azért megpróbáltunk mindent megtenni azért, hogy az első az volt a legfontosabb, hogy kipihenjük magunkat, és ennekkor nem lehet jól a színpadra állni. Ugye most, hogy komolyabbra fordul majd ez az egész, nyilván komolyabban is kell foglalkoznunk, nem csak az együtt a hangunk, hanem külön-külön is. Szerintem ez nagyon fontos lesz, és én ezt nagyon várom már, hogy fejleszthessem a hangomat, és hogy tanuljak. Szóval a hosszú távú terveink azok még annyira nincsenek, mert most inkább a jelent szeretnénk megélni, meg ugye várjuk a döntőt, hogy visszamássunk és találkozzunk mindenkivel. Hanna azt is elmondta, hogy nagyon támogató családi háttere van. Együtt örültek a sikereinek, és sírtak, amikor kiestek a versenyből. Nagyon-nagyon támogattak az elejétől kezdve.
Az elején azért féltünk, hogy mi lesz, jó lesz, hogy nem lesz-e az, hogy kiesek, és akkor így összetörök, hogy így oda egy álom, de hál' Isten ez nem volt meg, mert ugye nagyon szépen tudtuk folytatni és menetelni együtt a versenyen a lányokkal, és végig tényleg az is nagyon, hát olyan fenemenő és olyan katarzis élmény volt, hogy hetente, meg naponta mindig anya mondta, hogy úristen, szexáról képzeld, de most ő mondta, hogy úristen, gratulál, és hogy most láttad a tévében, aztán múlt héten már láttam magam az újságban is, hát az is, ilyen mai napig egyébként még egy kicsit hihetetlen ez az egész, de tehát egy a felét azt képezte az önbizalmamnak, hogy Szekszárd ilyen támogató volt felém, és hát ez nagyon jól volt a lelkemnek. Most mindenki azon van, hogy kipihenje magát. Jól lehet, ez a televíziós bemutatkozás volt életük egyik legszebb időszaka. Ezzel együtt a legfárasztóbbnak is bizonyult.